Sziasztok, bróderek! Sokan és sokszor kérdeztétek már tőlünk, hogy milyen vágóprogramot használunk. Ezt most ebből a hátulból nem fogjátok megtudni. Sziasztok, bróderek! Ismét hátul. Mindannyian tudjuk, hogy a legális vágóprogramok akár alapverzióról, akár kiegészítő csomagokról, akár pro verzióról van szó, hihetetlenül drágák tudnak lenni. Azonban mi most mutatunk nektek néhány ingyenes alternatívát. Tartsatok velünk! Ha videózni szeretnél, számtalan dologra lesz szükséged. Azon túl, hogy kamera, mikrofon, fény, még ott van az utómunkához szükséges cuccok listája. Gép, lehetőleg jó gép, monitor, lehetőleg jó monitor, és ebből mindjárt kettő. Ez eddig is egy kisebb vagyon, de ott van még az egyik legfontosabb dolog, a szerkesztőprogram. Természetesen biztosak vagyunk benne, hogy csak eredeti programokat használ mindenki, aki ezt a videót nézi, de ha a korábban felsorolt dolgokon kívül nem szeretnéd az utolsó filléreidet is vágóprogramra költeni, akkor figyelj, mert Tibi mutat neked olyan ingyenes szoftvereket, amiket Windowson vagy Mac-en is tudsz használni. A színezés nagymestere. Kezdjük mindjárt az egyik nagy ágyúval. A Blackmagic Design cég dobta ki az asztalra az egyik legjobb ingyenes alternatívát, a DaVinci Resolve-ot. Ennek a programnak a fullos verziója előtt ülve alkotják meg a legnagyobb mozifilmek color artistjai a képi világot. Ez a program eredetileg színezésre lett kitalálva, de mára már egy teljes értékű vizuális effekttárral, alaposan kidolgozott eszközkészletet használó editorral, valamint 3D megoldásokkal kibővített monstrummá vált. Brutálisan jó program! Van ingyenes változata is, de eléggé memóriaigényes a lelkem. Tibi most ezt az egyszerű snittet rendereli ki, hogy megnézzük, milyen gyorsan dolgozik. A hollywoodi kis testvér. Hát igen, akit érdekelni szokott, hogy melyik hollywoodi szuperfilmet mivel vágták, annak ismerősen cseng az Avid név. A világ egyik legnagyobb, legprofibb és legjobb videóvágó programjának tavaly jelent meg az ingyenes verziója, mely mindösszesen egy e-mail cím megadása után bárki számára elérhető. Ezt a programot csak elszánt, de a vágás iránt maximálisan érdeklődő nézőinknek ajánljuk. Nem egyszerű a használata, de legalább bonyolult. Mármint nem is bonyolult, hanem kicsit másféle gondolkozást igényel, mint a többi ismert, mások által letorrentezett. Tudjuk, hogy ti nem csináltok ilyeneket, mert fúj, vágó programok. Cserébe viszont egy akármilyen hosszúságú nyersanyag elővágásához elég 5 billentyűt használni, mert a program zseniálisan van összerakva, és nagyon gyorsan lehet vele haladni. Tibi, az Avid mennyi idő alatt rendereli ki a kis snittecskédet? Mindent is! Az indie filmesek mekkája, alfája és omegája, a non plus ultra! Valójában csak egy vágó program, de nem akármilyen. Valahol egy titkos laboratórium legeslegmélyén összekeverték a videóvágó programokat az animációs programokkal, adtak hozzá egy csepp VFX editort, egy halom kép és hangeffektet, és megszületett a hitfilm. Ez a program neked való, ha kezdő vagy, megfelelő számodra, ha már dolgoztál videóeditorral, és teljesen jó, ha profi videókat készítesz. Sok ponton kenterbe veri a korábban bemutatott ingyenes programokat, de itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy nem a vágó programtól lesz jó egy videó, hanem tőled, aki beleteszed a kreativitásodat, időt szánsz arra, hogy megismerd a program lehetőségeit, és jó ízléssel nyúlsz a nyersanyaghoz és az effektekhez. És most, hogy a pátosz a tetőfokára hágott... Tibi, mutasd már meg, hogy mennyi idő alatt renderel. Na nézzünk egy összesítést! Render gyorsasági sorrend a győztessel az élen. DaVinci Resolve, Heat Film Express, Avid Media Composer First. Most már te is láthatod, hogy van élet a vírusos, letorrentezett, nevezzük nevén, lopott programokon túl. Használj eredeti vagy ingyenes, de jó szoftvereket. Támogasd a fejlesztők munkáját,
Légy részese a... Mi? Túl pátoszos? Na jöjjön akkor a vége, konf. Ott is úgyis én vagyok. Ha szeretnétek még ilyen és ehhez hasonló tippeket, trükköket, akkor nincs más dolgotok, mint lájkolni és megosztani ezt a videót. Ebből mi tudni fogjuk, hogy érdekel benneteket a téma, és érdemes vele tovább foglalkozni. Addig is velük tartás, videónézés, kommentelés! Szevasztok!